szimbolikus erő, szimbolikus tartalmak valamilyen módon így próbálták megragadni az altvilági festészetet. Ahogy mondtam, ez stilálisan is bonyolult kérdés. Érdekes módon megint egy paradoxonnal kell folytatnom, ahogy az Augustin Martin Goffin esetében. 1960-ban a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban volt egy ankét az altvilági festészetről. Ott Pogány Ödön Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria akkori főigazgatója tartott egy expozit, egy nyitó beszédet, amelyben megfogalmazott egy nagyon érdekes gondolatot, egy nagyon érdekes mondatot, amely azt mondja, hogy az alföldi festészet problémája nem földrajzi, hanem társadalom.